Ezek a felvételek nyáron készültek, itt még csupán 5 hetesek a Nyíregyházi Állatpark kispandaikrei. Mivel rendkívül stresszérzékenyek voltak, csupán pár percre egy állatorvosi vizsgálat erejéig vették ki akkor gondozóik odójukból a 2 csöpséget. A kispanda szülők 2 éve élnek együtt Sóstófürdőn az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Az apróságok világra jötte azért is volt szenzáció, mert fogságban nagyon ritkán szaporodnak ezek a macska-medvefélék családjába tartozó állatok. Jelenleg Európában alig 250 kispanda él állatkertekben. Az anyaállat eleinte szinte egész nap kölykeivel volt, aztán egyre többször hagyta el az odút, de folyamatosan visszajárt hozzájuk, és gyakran a szájában hordozta az apróságokat. A kölykök szürke bundája napról napra vörös színűre változott, s olyan gyorsasággal cseperedtek, hogy most 4 évesen alig lehet megkülönböztetni őket szüleiktől. Aki ellátogat a Nyíregyházi állatparkba így a hűvösebb időben is, igazán aktív családdal találkozhat, hiszen a kispandáink igazán elmükben érzik magukat. Ők akár 4000 méter magasságban is előfordulnak, úgyhogy számukra ez a hideg időjárás nem jelent problémát. És még nyáron folyamatosan leskelődni kellett a kispanda ikrek után, most már 4 évesen nagyon aktív életet élnek, folyamatosan mászkálnak és játszadoznak a kifutójukban, és csupán avatott szemek láthatják, hogy melyik az ivarirattállat és melyik a kölyök. Az óriás pandák a világ kedvencei, de legalább ugyanolyan aranyosak névrokonaik, a vörös macska medvék, akiket kispandának is neveznek. A panda név a 19. században csak a vörös macska medve neve volt. A kispanda név az óriás pandától való megkülönböztetésre szolgál, amelyet később ismertek meg, és szintén pandának neveztek el. A vörös macska medve elnevezés az állat medvére emlékeztető külsejére utal, ráadásul ugyanolyan jól mászik fára, illetve nyalogatja magát tisztára, mint a macska.